Mi jövünk. Üdvözöljük kedves nézőinket a kifőzte soron következő műsorán. Bambusz étterem első emelet, állatpart, Nyíregyháza. Röviden, tömören mindent elmondtunk. Lelőtte a szövegemet. Rövid és tömör az egész. Lelőtte a szövegemet. Mint amit nekem itt oldalt lehet látni. Nem rövid és tömör. Kedves nézőink, most egy újdonságra szeretnék, hogy megismerhetni önöket. Ez az úgynevezett zacskóban főzés. Van egy kedvenc szakácskönyvem, egy mestervizsgán készülni, és ez volt leírva. Hát én óraszáig sírtam, hogy elolvastam, óraszáig sírtam, hogy én azt szeretném, hogy szújdalással szeretném önöknek ételkészíteni. Mi a szújdalásnak a lényege? Két lényege van. Nem tudom, én a gázt keresem, drága. Most megtaláltam legalább az zsonára, egyik égőfejemben megtaláltam. Egyik a vákum, a másik az ennél a főzési formánál, hogy az ételt nem főzzük fel. Megvan azt, ki van azt találva, hogy milyen fajta húst vagy zöldségfélét hány fogon fogunk szújdolni. Ez azt jelenti, hogy például egy rostos marhahúst akár 16-17 órán keresztül is szújdolni kell, ez, hogy megpuhuljon. De még lehet tovább is. Igen, de a zöldségféléket ugye az 80, hát 70-80 fokon szújdolni, ugye a zöldségfélét az ilyen 50 fokon, 20 perc, fél óra, attól milyen zöldségről beszélünk. Meg milyen vastagságra vágjuk. Így van. Borjhúst is, sejtés is, csirkét is. Mi a lényeg ennek a szújdolásnak? Hát beleteszem egy zacskóba, és nem ér hozzá semmi. Igen, más. Ez a lényeg itt van mellette, hogy az ízanyag be vannak. Ez egy befőzetett hús, egy befőzetett hús van beletéve, szűzpecsen beletéve a zacskóba, és az összes ízanyag itt van a zacskóba. Ez egy kész mártás, szinte egy kész mártás, ami itt van a hús mellett. Az összes íz és szamatanyag minden beletáll a zacskóba. Míg ha ezt csak kényelmesen, háziasan meghártyáznánk, betennénk a hűtőbe, ugye ez mint húsnedv, egyrészt másrészt pedig sütésnél, mint vízgőz távozna az egész az ételből. És ez a kevés kis húsnedv, illetve víz, amit ki tudunk nyerni ebből a húsból, ez lenne az íze magának a húsnak. Én ki is öntöm ide a teljesen tányéra. Más lesz a kedves nézők és lássák, szerkezete is a húsnak. Mindenki azt mondja, hogy hát ez egy kicsit nyers ez a hús. Igen, ezt a húst azért szoktuk úgymond szúvidolni. Ennek a külső része már csak egy pörzs anyagot fog kapni kívülről. Tehát úgymond ez a hús teljesen fogyasztható már ebben az állapotban is. Igazság szerint ezt mi, illetve nem csak mi, nagyon sokan a világon nem szeretik. Igen, fűtízi a hús valamilyen szinten, viszont mondanosan egészséges. Egészséges is és finom is. Tehát nagyon jó illata van a húsnak így, ahogy már kivettük a vákum zacskóból. És van egy kis keménységes, tehát azért meg lehet nézni, mert nem úgy viselkedik teljesen, mint egy. És akkor ilyen érményt fog belőle vágni. És akkor nézzék, kedves nézzék meg, hogy mondtam, hogy már nem vörös a belseje, viszont puha, és a hús zaftos. És vaj, puha, tehát igazság szerint az a kis pörzs réteg, ami fog rajta keletkezni, bőségesen elég ahhoz, hogy kellemes íz legyen. Ugye belevágtok a belsejébe, ott picit lehet látni, hogy picikét még véres, de azt összenyomom is lehet látni, milyen nedves a hús. Viszont a hús szerkezetét is meg lehet figyelni, hogyha nem nyomkodjuk túlságosan meg, akkor nem tudom, ki tudja, adni közelibe. Azért a húsrostok látszanak, tehát teljesen lazák a hússzövetek, innentől kezdve az íze teljesen más a húsnak. Ne, ezt nem fogják megérteni. Ezt úgy szoktam legtöbbször szemléltetni, hogy vágok fel érméket, nyersen természetesen, és akkor sütöm az oldalát ugyanúgy 3-3 percig, mindkét oldalát a húsnak. Az egyiket egyből kiveszem, az egyik szeletet, a következőt egy fél perccel később veszem ki, a következőt egy perccel később veszem ki, egy picit hagyjuk úgymond pihenni, áthúz a hús ilyenkor, ugye a sülési folyamat végbe megy úgymond véglegesen, és innentől kezdve felkezdjük szeletelni a húst. És a tanulók is elhiszik azt most már, hogy ezek az egy-egy percek vagy fél-fél percek is mennyit jelentenek ízben, illetve sütési fokozatban a húsnál. Így kell hozzá mártást választani, illetve hozzá a köreteket kiválasztani. Nálunk most egy egészen egyszerű köret lesz hozzá, hagyományos héjas burgonyát, ezt mindenki ismeri, megmosom a burgonyát, szépen beszeletelem, vagy összerakom utána egymás után, sajtot, sonkát, szalámit, bármit lehet rétegezni, vissza, be a sütőbe, tehát ugyanúgy a burgonyát összeillesztem, be a sütőbe, kicsi fűszer tetejére, só, bors, és meg lehet sütni. Ez itt van nekünk már elkészítve, azért mertük a csíra mellé tenni, tehát a zöldborsó csíra önmagában is fogyasztható, tehát igazán ez hőkezelés nem igényel. Neki, nekem nem. Igazán ez hőkezelés. Tényleg a közfényem a borsó csillát, tudod. Inkább a sertéshúst.
Mindig a pacalt mondom. Nem eszed meg, úgyhogy azzal nincs gond, sertésmáját is tiltja. Azt se eszem, ezt mondom a feleségnek, hogy ettél májat? Nem ettem májat, közben nem, de hogy ettem májat. Mi az, hogy máj? Elveszem így egyesével. Kell másik csipesz, nem? Jó, elég ez így. Jó. Eljátszogatunk vele. És nézzük, hogy milyen nagyon csodásan szép a hús. Nagyon-nagyon jó így látványosan dolgozni vele. Végül is itt csak egy olyan kis minimális bordázottságot fog kapni a hús, hogy tényleg elhiggyék azt, hogy ez valójában hőkezelve van. Holott ez ténylegesen hőkezel, tehát ez 40 percet ténylegesen bajpuha. Hőkezelve volt. A zöldségeknél pedig azért lényeges, mert az alacsony hőfokon való hőkezelés során a zöldség nem veszti el a színét. Abszolút nem veszti el a színét. Tehát azért mindenki szereti, ha egy brokkoli krémlevesnek a színe azért megmarad zöldnek, vagy egy zöld borsó, nem egy ilyen halvány. Hogy össze? Ahogy szeretnéd, drága, mindenhogy jó. Nem egy ilyen halvány sárgás valami, hanem tényleg megmarad a méreg zöld színe, vagy akár a spenótnak is, tehát ha tényleg friss spenóttal dolgozik az ember, akkor tényleg a 3-4 másodperc, és már meg is lehet fordítani. Hát meg lehet nézni, hogy sütésnél is, csak ezt a vékony kis kérget képzem rá. Én megfojtottam, hogy nézők is lássák, de az is elég, ha csak egy felet fordítok rajta, így, és utána fogom majd még egyszer átfordítani. Hát végül is... Egyébként fontos, ezt én sem sózom. Nem, mert én ezt előtte befűszereztem is, ő már nem mer ráfúzni ilyenkor. Illetve most már nagyon-nagyon-nagyon nagy divat, és reméljük egyszer le fog érni Nyíregyházára is, bár már vannak olyan értelmek, hogy foglalkoznak fel az úgynevezett érlelpusokkal. Ezt egy régebbi, korábbi adásban már bemutattuk Konyári Sándor, mesterszakács barátunkkal. 21-29-34 napig szárazon érlelt marhahúsok elkészítése. Hát igen, ehhez is kell egy ingerencia, egy ízélmény, hogy ezt valaki elfogadja. Viszont látványnak és íznek viszont nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát azért mutatunk egy ilyen húsdarabot. Amire ez egy szelet hús. Ez egy szelet hús. Hát igen, sokan mondták, hogy, vagy mondanák azt, hogy hát igen, ezt szeretném én az étteremben látni. Amit tudni kell róla, hogy ez egy marha. Egy magyar tarka, rostolyos részéből egy szelet, ami... Aminek van egy érdekes... 28 napon keresztül volt érlelve. Tehát nem is mondanám pácolt húsnak, hanem csak egy érlelt. Igen, mint amikor mondják azt, hogy szélben száradt sonka. Így van. Na hát ez nem szélben száradt, ez hűtőben érlelődött. Ugyanis a hűtőnek meg volt egy bizonyos páratartalma, meg volt egy bizonyos hőfoka, aminek ez a hús remélhetőleg örült. Biztos, hogy örült neki, mert én kezemben volt ez az egész gerinc, mikor megkaptam. Én szállítottam le, törölgettem minden nedvességet róla, és akkor úgy raktuk be 3 fokba egy légkeveréses hűtőbe, ami beállandóan mozog a levegő, és ezzel elérjük azt, hogy körbe a marhahús, a birka kecske, amilyen fagyúsok, egy kérget, egy burkot képez a hús körül, ami látszik is a szeleteken, hogy kívül egy kicsit sötétebb, tehát beszárad a hús. Itt meg is lehet nézni, forgatás után, szűzpecsenye milyen jól néz ki. Engem nem zavar, de most a tányérral akarsz gyújtani, vagy csak úgy? Mi nem tudom. Nem tudom, ahogy jön, várj. Itt így a csík, akkor itt így a csík. És akkor ezt is megfordítjuk. Azt is megfordíthatom. Próbáld meg. A hústevet pedig egész egyszerűen, ha visszaforraljuk, már egy önmagában kész mártással rendelkezünk. Hopp, még egy picit várni kell ezzel. Ezzel túl gyors voltam. Az pont jó volt, tehát ütemre isteni volt. Mikor oda nyúltam, akkor vette el felőle a serpenyő, tehát biztos, ami biztos. Igen. Most már biztos, hogy nincs szőr a kezén.
Milyen gutatlan szőr a kezén a szakás. Így van. Szőrösen meg hogy néz ki amúgy. Azt hiszik beszabadult valami gorilla ide. Be is forraljuk? Megforrom, mert... Az nem biztos, hogy kéne. Nem kell kóstolni hozzá. Ezek kóstoltam, és nem tetszik bele. Hogy sűrűsödjön. Azt el lehet zárni. Értettem. Nézd csak ott. Szemléljünk egyet azért mégiscsak. De mind a két oldala elkészült. Ez az oldala is, és ez az oldala is. És innentől kezdve pedig megváljuk a szelet húst. És lehet látni, hogy belülről még picit rózsás, tehát ha megnyomom, azért még lehet látni, hogy picit úgymond nedves a hús, de ha ezt így vezárva hagyom, úgymond leveszem, és hagyom pihentetni, akkor a hús ez át fog húzni teljesen, egy nagyon szép, világos, vajpuha színe lesz, és vajpuha az egész. Na és csak akkor elkezdtenek a tálalóhelyiséget, letisztítom neked, hogy valahogy nézzünk ki. Ezzel tovább már nem is foglalkoztunk. És ugye amit fogunk látni a mártásban, az nem más, mint még a húsnedve, vagyis a fehérje, ami kicsapódott. De maradéktalan az íze benne maradt az ételben. Még most lehetne egy kicsit úgymond sercegtetni is, tehát ezzel a forró zsiradékkal még lehetne játszani a vendég előtt, hogy... De szerintem nincs szükség rá, mert... Hogy még ha rálocsolom, akkor még tényleg serceg. Ezt utánozni is lehet egy frissen kisült szalonnával, amit kiveszek a zsiradékból, még ráteszem, és szépen rajta tocsogtatom. Az is nagyon kellemes, jó ízt tud biztosítani az ételnek, illetve annak a sültnek, amire ezt épp elhasználtuk. Kedves nézőink, elkészült a... Ez már majdnem egészséges, mondjuk rá. Ez már majdnem egészséges. Egyből meg fognak támadni, hogy de a fűszer, meg a sajt, meg a sonka, meg nem mondja. Tudják, hogy mit evett a disznó. Szófosása van. Elkészült ételhez jó étvágyat. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Na, figyelsz, most kóstoljuk ezt a húst meg, jó?